És akkor folytatom, onnan abba hagytam. Igen, mert azt úgy kell csinálni. Ha. Ha. Jaj. Szóval. Igen, innen folytatom. A vérkamrából. Szerintem. Úgyhogy megyek. Elméletileg már nem vagyok szédülve. Csak a fejem lüktet és a kezem remeg, de az így valójában is így történik, vagy így van. Úgyhogy... Csak nagyon királyság. Úgyhogy csak megnéztem még valamit a felvétel közben, de jó lesz minden, remélem. Ha nem, akkor ez van. Sprite. Jó. Hát akkor... Arra megyek. Hello? Durbányosan néz ki. Jó van. Most nyugodtan elsétálgatok. Van idő, nem... Nem jön a szörny még, majd csak akkor kell futni. Egyébként mindenki ráér sétálni. Ugyebár... A sűrű folyadék szétterült a nyelvén, gyorsan nyelt, hogy a csepp se vesszen oda, vagy egy csepp se vesszen oda. Azt mondja, kérdezett az ablakon a kiterjedt erdőre és a reggeli napra. Valaha vége lesz ennek, gondolta. Értem. Hát egyszer biztos. Nem értem. De gondolom. Á! Megint az agyamba másznak! A hajamat tépik! A hajamat tépik! Na jó, nem. Hogy mennek a dolgok? Vagy a bátor ember volt, és hogy tudnék merte azt, amit én nem. Számos barlang templomot tárt fel, és az egész gyűjteményt szedett össze a nem tudom miből. Majd visszaolvasom, vagy visszanézem a felületet, vagy akkor meg tudom. Na. Jövök. Két ajtó, király. Kinyitjuk eztet. Van itt valami. Elég sötétben vagyok. Ó, van itt egy tűzszerszám, amit alig használok a játékra, mert már 47-et gyűjtöttem. Tehát fogok ezt gyűjtök. Nem tudom. Nincs itt semmi. Itt sincs semmi, oké. Egy izé. Vér kigúnyol oda átról. Rábíztam erőfeszítéseim igaz indítékát, és még mindig ragaszkodik hozzá, hogy elengedjem Agrippát. Agrippa az a kint a csontvász fickó. Vagyis majdnem. Undorítanak találom, hogy egy felvilágosult ember hogyan lehet ennyire hiány a körülmény könyörületnek. Nem tudok olvasni. Nem tudom elszakítani magam Agrippától. Érszakadokon keresztül ő volt a kapcsolatom a túlvilággal. Értem, szóval Agrippa az, aki az a Miley Cyrus, az csak a lelke bele van rakva abba a testbe, ami már széje van fonnyadva, mert emberi izére nem alkalmas, csak él, mert a lelke még él. De tud közel, a lelke, és ő tud beszélni a halottakkal a túlvilágon, értem. Beyer azt állítja, hogy mindent megtesz, hogy felszabadítson engem a számüzetésből, de ahhoz először át kell adnom Agrippát, hogy ő is segíthessen. Szóval Beyer az a meghalt, értem. Ha garantálni tudni a sikert, akkor boldogan megtenném, de hogyan válhatnék meg tőle, ha megtagadhatják visszatérésem. Szóval Alexander meg akar halni, idézőjelesen, de ő sem tud. Vagyis lehet, hogy meg tud, de ő a szerelméhez akar menni, aki már meghalt és várja a túlvilágon, és azért akarja, és de ő meg nem tudom, lehet, hogy őt kitagadták a túlvilágról, ezért akar biztosítékot arra, hogy ő is átmehet, ahova szerelme van. Összeraktam a képet, gyerekek! Jó! Azt mondja, hogy az optimizmus a legreménytelenebb, teljesebb érzés, ezt részben kell tartanom, fel fogok készülni az elengedésére. Meyer azt mondta ahhoz, anélkül, hogy el tudjam ereszteni Agrippát, hogy megölném. De most nem értem. Nem, azon nem kell megölni? Na mindegy. Itassam meg egy bénító bájitallal, életerővel és temta izétökömmel. Jó van, oké. Igen, és itt van az, hogy melegező gomba működött bénítóként, ha megtalálom egy nagy példány belső mirigyét, úgy tűnik, hogy a kórus termékeny területe ennek a fajtának.
annak képes leszek kivonni a tartalmát a megfelelő eszközzel. Az életedet a szokásos módon kivonhatom bármilyen megkínzott emberi áldozat féréből, amit összeszedtem az előbb. Előző vidiben. Azt mondja, csak elég nagy mennyiség kell ahhoz, hogy megfelelően leszűrhessem. Ne felejtsem el összeszedni az elkövetkező kínzási folyamatok alatt. A tamter, az nem tudom mi, már jóval nehezebb. Nem hinném, hogy létezik ebben a világban. Akkor hogy szedjem össze? Egyszerűen ez a szó, ezekkel a betűkkel leírva rosszul néz ki, hát szerintem is. Kimondan is rosszul, mint egy tampon. Azt hiszem, hogy ez a kaernkö, egy vízi élő lény maradékának egyik tulajdonsága. Beszélnem kell Vajerrel, hogy bocsásson rendelkezésem egy gazdaállatot. Egy megfelelően előkészített kútnak elegendőnek kell lenni a tárolására. Jaj, abba szedtem bele, tettem bele a húst, és akkor nyálak a izé. Értem. Ah, mi ez? A bíróságon a fekete sas rendjének tagjai okátták egymásra a politikájukat, míg csendben ültem a helyemen, szándékosan elfeledve. Időnként valaki észre fog venni, és elvisz a csöndes rettegésben, mielőtt visszanyerni érzékeit. Mind tudják, hogy én ugyanaz az Alexander vagyok, aki segítette apáikat és nagyapáikat, hogy megtalálják ezt a nagyszerű rendet. Láttam, hogy átveszik apáik helyét, blá blá blá, jó vanna. Értem én mindent. Ó! Vigyóka. Magadta nincsen semmi? Aurekár. Alatta. Fölötte, mellette, középen. Nincs. Hát! Akkor ennyi volt, kimegyünk. És bemegyünk ezen az ajtón. Kórus, bejárat. Értem. Ki van nekem itten izért, de romantikus. Oké. Ah! Valami cucc van. Mindig be kell csukni magunk mögött az ajtót? Hát elfelejtetted? Mert az emberek biztosították a rabot, a szertartás elkezdődött. Értem. Nem ilyen rabot. Nincs is semmi. Ah! Jaj. Úgy. Jó. Átmegyünk a másikba. Kikukuckálunk. Becsukom az... Becsukom. Na! Ez ami megint embeteg rend lesz, fogadjunk már megint. Itt egy papír. Jézus úristen, mit csináltam? A vérvédelmem gyengült. Az ány hívott és kiáltás a megbénített. Ha? Úristen! Siess! Nincs ráér időnk. Mit csináljak? Meg kell ölni? Miért? Júj! Daniel, ő gonosz, egy hidegvérű gyilkos. Siess! Hagyj békén! Koncentrálnom kell, nem látod? Fesd meg az embert, vágd el a kötelékeket, vágd a húst, nézd, ahogy bugyog a vér, hadd jöjjön. Kérlek, nem csináltam semmit. Fesd meg az embert, vágd a kötelékeket, fesd meg az embert, vágd a kötelékeket. Én is egy elmebeteg vagyok. Értem. Jaj, Dick, kinyit az ajtó, mit csináljak? Félek. Ezt akkor milyen komi van? Mit kell csinálni? Arra kell menni? Én megyek, csak mondjad.
Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Onnan föntről esik valami. Félek. Ha megint az agyam, 3 pontos, öcsém. Ez így nagyon nem pálya. Össze-vissza járkálok, mint a izé. Na mindegy. Hát megyünk tovább, azt akkor majd lesz valami, vagy nem, hát. Sokkolom. Ezt ha meg fogok ijedni, akkor megijedek. Ezt akkor mi lesz? Sem. De egyébként ez várható, hogy mihorul megijednem. Tehát... Igen. Úristen, hol vagyok? Hol vagyok? Ez úgy néz ki, mint a... What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only see... Gyátjáró. How do you justify your violence? Lent mi van? Are you doing the world a service? Durványosan. Valami. Jézusom! Itt is egy átjáró. Félek. Jaj. Egyébként ez a hely úgy néz ki, mint a Gyűrűk Urából a törpök városa. Hogy hív, ezt hogy hívják? Mória! Aha! Mória bányáiba eljöttem. Ha! Ó, ott egy néni! Ott egy néni! Hello, néni! Szervusz! Oh, kurva! Én vele nem barátkozom. Csúnya vagy és büdös. Megint megijedtem. Néni. Jaj! Ja nem. Majdnem az agyamba ment az izé. Nem lehet összerakni, már túl vagyunk. Nem fognak együtt maradni. Dehogy nem! Állítom a vért. Nem jó. Akkor. Istenem. Nincs semmi. Már megint megijedt a karakterem, az tiszta 3 pontos. Ez egy izé. Sincs semmi. Csúnya néni. Be is csuklak. Már remeg az egész plafon. A kovács teljesen mozdulatlanul állt. A koporsóz állva volt, de némi fénynek sikerült bejutnia, a számtalan tüske szegeződött rá, csillogva várták, hogy a test egy pillanatra megmozduljon. Térdei remegtek és vért érzett csordogálni lefelé a lábán, a fájdalomtól feje enyhén előre billent. Egy kis idő betellett, mire felfogta, hogy el egyik szeme felszakadt és elkezdett szivárogni. De csak a bőr szakadt fel, az nem fáj annyira. Mondom én, ugyebár. Ó, van itt egy bigyó. Ópium. Már van 8 ópiumom. Juhú. Olyan Isten király vagyok, hogy... Nagyon. Elájultam, Dick. Nem baj, kúsz a földön. Ott is jó lesz. Nehéz betájolni, mert így körbe-körbe jár.
Megyek vissza. De csak menjék, ússzál. Úgy. És újra indul minden. Jó van. Jó van. Ezek a hangok. Jaj. Tud, itt lesz izé. Á, megijedtem a köttől. Itt lesz Sumaer, tuti. Bele fog futni az arcomba! Mi volt ez? De várjál, van három szörnyünk. Volt a Sanyi. A Sanyit szétkapták ugye, bár volt róla is egy rész. Megtaláltuk a földön. Utána... van egy olyan, aminek ilyen, ilyen karikagyűrű van a nyakán. És van még egy... itt is egy átjáró. És van még egy, amelyiknek ilyen fura az arca, vagyis ilyen nincsen szeme meg semmi. Az csak hall, azt hiszem, és tök vakeg. Mi volt ez? Mi volt ez? Ah! Jön a szörny! Hallom a hangját. Meg ez a zene. Dink! Ott van hátul! Kúszni kell, öcsém, kúszni kell! Pedig úgy kell menni, hogy nem szabad futni, vagy nem tudom. Hogy ne halljon meg, vagy igen, tehát ne hallja a lépteinket. Tehát most egy ilyen lopakodó módszer. Tényleg, mint a Mória. Ú, de megijedtem. Ki akarom kerülni ezeket a... ezeket a földön, ugyebár. Azokat, amelyek azok zajt csinálnak. Gondolom én, tehát... ha logikus akarok lenni, arra mi van? Meg arra mi van? Akkor megyek erre. Ez egy kicsit sokáig fog tartani. Most hol vagyok? Ki vagy te, hogy megkérdezel engem? Majd mit tudom én, ki vagyok? Hát én csak itt járkálok tök csendben. És kusban. Ó, ott egy ajtó. Olyan csendbe léptelek. Léptelek, az igen. Fú. Jaj! A rohadt emlékeimbe. A kerék arra jó, hogy mozdatot tarts az állatot a folyamat során. Körbe lehet kötni őket a kerületén, vagy egyszerűen keresztben kifeszíteni őket, hozzákötözni a végtagokat. Nem tudom elolvasni, mindegy. Majd visszaolvasom. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Most van még egy darab.
Még egy gömb darab van, akkor már megvan 1, 2, 3, 4. Nem fognak együtt maradni. Akkor majd vissza kell menjek, fogadjunk a... abba a... mi az abba a szentély, hogy hívják, be tudjátok, amit láttam ott a... Vajátok, ezek is ilyen haja volt? Hangja volt. Na, emlékezzünk. A gyilkos fétei a kerék küllőjéhez voltak kötve. Kötőzve, na. Lassan fordították a kereket, így a kötél, ami a lábát fogta, megfeszült és eltörte a csontot. Igen, nem, többé nem volt ereje üvölteni. A két férfi ravaszul egymásra nézett, fogtak egy kalapácsot és beszakították az áldozat mellkasát. Mintegy az irgalom végső jeléül. Az új konkrét. Kösz. Az egész kastély már megint remeg össze-vissza. Találok. Nem tudom, miért kell egyébként körbe-körbe forgatni, vagy csak lehet, hogy csak simán lehet, de a többit is így hozzá kellett érni, vagy nem tudom. A másik irányba. Nesze. Forgatom. Ezt akkor most ez mi? Jól esett? Vagy ennyi? Ja, és akkor ezzel a kalapáccsal izélték be. A szundáre. Na. Ügyesen és okosan kell csinálni. Épp egy gömb darab volt, azért kell bejönni, értem, jó? Nagyon alattomosan. Ah. Halljátok ezt a hangot? Jézusom! Elrejtőztem! Ha! Ott egy izé! Ott látjátok, hogy ilyen felszedő valami? De majd ne kell pisilni! Úristen! Iszok rá egy teját! De ne remegjél már, paraszt! De hol van a nyomoronc? Azért nem lehet átmenni oda? Mert... tisztára úgy tört, mint hogyha át lehet. Mintha át lehetne menni. Azt a de király vagy a köcsém! Jézus úristen, mi ez? Nem tudom. Jó van, megbeszéltük. Tényleg jövök. És akkor, ott egy szerszámbigyó. Jó, tovább settenkedek. Engem követ az a rohadék. Ami fény van. Itt van egy ajtó. Nagyon jó. Ó,
Ó, mennyi izé. Mérgező gombatelep. Na várjál, ennek kell kezedni a belsejét. Jó. Az is megvan. Jó, ajtó becsuk. Itt egy boci. Jaj, de cuki. Itt meg vizek vannak. És ha itt felállhatok, remélem. Nem fogja betörni a rohadék ajtót. Ó, még egy gömbdarab. Ezért kell széjjel nézni. De hány gömbdarab van? Már mindig különböző színű. Nem fognak együtt maradni. Jó, van már millió darabra tört. Az az nyilasába az a valami, az egy... Hogy hívják? Nem tudom. A mékkő. Az... Logik... Nyilván. Valami olyasmi. Másik oldalt nincs semmi. Éj, egy boci. Mindjárt majd megbocizlak. Megy már. Arrébb az anyádat, hát. Nem látod, hogy... És te bele lehet menni a vízbe? Van a vízbe valami? Mert ha van, akkor félek. Ha nem, akkor nem. Na, jó. Hát, egy boci, megfogtuk a bocit. Tessék. Az állam nem tudta, hogy mit gondoljon a részből készült bikáról, amikor kényszerítették, hogy belemásszon. Csak amikor a tűz melege megperzselte bőrét és ütötte húsát, eszmerte, hogy ez a sírhelye. Fájdalmas csikúja visszhangzott a rész kamrában, és végigfutott az egész eszközön, ami a bika fején volt. Odakin az emberek hallhatták az arcátlan bika üvöltését. Ja, értem, te berakták ide a fickót. De durva. Beraktak ide egy embert, alatta meggyújtották, és az a bika, ez már részbika, nagyon gyorsan felől. Forrósodik, és akkor az üvöltés, mert minden itt ezen a csövön távozik fölfelé. Ez nagyon beteg, Jézusom! Meggyújtottam. Ezt akkor... Azt most mi van? Jézus úristen! Nem lehet kinyitni már. Ez nagyon durva. Jézusom! Ne! Ne öld meg! Hát... Jó, hát basszus! Tudtam én! Nem. Vissza kell jutnom... Oda. Anélkül, hogy beledöglenék abba, hogy oda visszajutok. Merre kell arra, vagyunk. Talán erre is vissza lehet jutni, tán. Mi volt ez a hang? Vagy csak már behaluzom? Nem haluzom! Ez tényleg a szörny... Jézus úristen!
Most nem látom. Faszt! Erre jön! Kérlek. Menj, kérlek, fuss! Csak menj! Kérlek, csak menj! Jobbra! A szívem! Ez izgalmakkal teli eseményesség volt. Úgyhogy a következő rész... majd lesz következő. Nekem ez a mai nap már nem megy tovább, tehát... Úgyhogy ennyit akartam. Következő rész majd lesz. Úgyhogy sziasztok!